Devo. Ezen a pajon gyorsan elment, hogy el se hiszitek. Lényegében sem az ég a világon nem történt, annyi, hogy eljöttünk ebédelni, és most viszont Tamásnak van dolga Kecskeméten, ezért úgy döntöttem, hogy elmegyek vele. Hát, ha történik valami izgalmas az úton. Találkozunk Kecskeméten. Sziasztok! Szia! Igen, nem sokára megyünk, csak Tamás hazaviszi a kis családot, mivel az én autómmal fogunk menni. Vissza kell várjam őket, és utána indulunk. Űrhajó szerkezetek. Ott is egy. Szóval azért vagyunk ma itt Kecskeméten, mivel Tamás talált ilyen eladó színnek való alkatrészeket, vagy valami hasonló. És most itt vagyunk egy ilyen büdös nagy elhagyatott telepen, ahol ezek a szín alkatrészek találhatók. És ahogy így körülnézek, konkrétan olyan, mint a Walking Dead sorozatban. Le lehet forgatni a Walking Deadnek a következő évadját, annyira olyan le van romolódva minden, ki van halva. Mit szóltok, kipróbáljam a hoverboardot, vagy a segwayt, vagy akárminek is nevezik ezt a kütyüréket itt. Itt lehet szerintem hoverboardozni. Álljadé, Boli. Amíg nem voltam itthon, kaptam egy csomagot, és sajnos senki nem tudta átvenni, ezért most elszaladok gyors a postára, megnézzük, hogy mi az. Van két sejtésem, két lehetséges dolog lehet, de nem tudom, hogy melyik jött. De nem tudom, hogy melyik jött meg most. De hamarosan kitaláljuk. Na, megvan a kis csomagocskám. Tudom, hogy mi van benne. Körülbelül négy hetet körülbelül váltam, érte? Milyen cuki kis dobozban van? Úgy be van csomagolva, hogy ember legyen a talpán, aki ezt kihámozza. De aranyosok még adtak hozzá törlőkendőt is. Ami nem ér semmit, legalább a kamerát tudnám tartani. Oda néz! Nézd a szárát! Szép! Ja, egyiken volt, a másikon nem volt. Ilyen kis védőfólia. Hogy ebből hogy kell kiszedni? Oda nézzetek, gyerekek! Szóval ezt a napszemüveget körülbelül úgy 4 hete rendeltem. A Facebookon találtam egy hirdetést, pontosan ezt a hirdetést. És úgy gondoltam, hogy megnézem, hogy mi is ez. Tulajdonképpen azt hirdeti a Facebookon ez a cég,
hogy küld neked egy ingyen napszemüveget, csak a postálási költséget kell kifizetned, semmi mást. Gyorsan elmentem az oldalra, megnéztem, hogy miből lehet választani, és ezt a napszemüveget választottam, és ha jól emlékszek, akkor 10 dollár volt, illetve 9,99 dollár volt az ára. Ennyi volt a postaköltség. Ha jól emlékszem, akkor 24,99 dollár árulják ezeket a napszemüveget egyébként. Akkor próbáljuk is gyorsan fel. Figyelj! Hő? Jó hét! Mondja, hogy jó éjszakát, apuci. Szia! Na, megeszed a finom vacsorát. Jó éjszakát! Jó éjszakát, szia! Jó éjszakát! Thank you.